Az internálás, vagyis a rendőri felügyelet alá helyezés a kommunista hatalom eszköze volt arra, hogy valóságos és vélt ellenségeit elszigetelje, illetve eltávolítsa a közéletből. Az internálás lehetővé tette, hogy az illetékes szervek, mindenekelőtt a politikai rendőrség, korlátlanul minden előzetes vizsgálat nélkül, puszta gyanú vagy politikai megfontolás alapján rendőri felügyelet alá helyezhesse az útjában álló embereket. A szovjet megszállást követően a politikai rendőrség internáló táborokat állított föl Recsken, Tiszalökön, Kazincbarcikán és Kistarcsán. Rákosi uralma után Nagy Imre rendelte el az internáló táborok feloszlatását, így ezt a tábort is bezárták. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően nyitották meg újra a tábort. Több ezer embert internáltak Kistarcsára, köztük a ma Csömörön élő Dömötör Zoltán nemzetőrvezérezredest. Óriási nagy, 4 épület volt, 2 emelet, és úgy balra bementünk. Én a D épületbe kerültem, A, B, C, D. Hát olyan volt, hogy nagy, ott nagy termek voltak, mert ez nem kizárólag börtönnek, vagy olyannak készül, hogy rabokat fogadhassanak. Körülbelül 160-an voltunk egy szobában, ott voltak, akik már több napja ott voltak, voltak, akiket akkor vittek velünk együtt, utána folyamatosan. Tehát ez egy folyamatos szállítás volt. Egész Magyarország területéről mindenhonnan vittek oda embereket, mert a megyei börtönök, a Tököl meg a többi ilyen internáltábor nem tudta befogadni, és ezért egy embertelen mennyiségű tömeg volt Kistarcsán. Én a D épületbe kerültem, és hát ugye ott volt egy napirend, reggel adtak reggelit, hát a mosakodás meg olyan nagyon-nagyon-nagyon bőséges nem volt, mert 1 percet adtak, hogy kimenjenek az emberek, ha 1 percig, aki nem ért vissza, az már visszaték verték gumibottal, úgyhogy végig már 50 másodperc alatt beértük. Ebben benne volt a mosdás, a WC, minden. Szóval így nézett ki ez a napnak a kezdete. Utána az árkába mindent lehetett csinálni, ami az alapszabályba nem gátolta, magyarul semmit se. Tehát ugye nem volt ceruzánk, szóval azt a minimális nincstelenséget, amire le voltunk szorítva, az egy épeszű ember nem tudja elviselni. És hát így kezdődött az életünk, első nap, második, ugye akkor aztán volt ebéd, azt főhozták, mert kimenni nem lehetett. Kimenni csak egy alkalommal lehetett, amit úgy neveztek, hogy séta. Ott volt egy betonozott rész, azt hiszem, az még ma is megvan, és ott volt a séta, és ezzel szemben volt egy magas toronyépület, sajnos ez már nincs meg, nagyon sajnálom, hogy ezt lebontották, mert ennek a toronynak a tetején volt mind a 4 sarkában egy gépuska, amelyet állt egy őr, tehát bármely pillanatban tüzet volt úgy, hogy pár embert, 20-30-40-50 embert lelőttek volna egy sorozatból, erre soha nem került sor az én ott létemben, hogy olyan tüzet nyitottak, mert nem volt szökés. Ez csak akkor lett volna, ha valaki vagy valakik szökni próbálnak. Erre nem került sor. Akkor, amikor letereltek bennünket a sétára, elkezdett a séta, és akkor olyan hosszú tömös sorokba, mint annak idején 45-ben vitték el a szovjetek a magyarokat Gulágra, ott sétáltunk. És volt egy, soha nem fogom elfelejteni, egy ilyen Horngyula méretű őrmesterszerűség rendőr egyenruhába, az körülbelül ekkora lehetett, és kijelentette, hogy nem akarok nálamnál magasabb embert látni, és ugye hozta a kutyáját, meg a kutyámnál se, hát akkor mit jelentett ez? Hát mi egyszerűen próbáltuk a hülye gyereket játszani, nem akar magasabb, hát de mit csinálni? Hát akkor kérem bemenni békaügetésbe, és békaügetésbe sétálni. Aztán, mikor megmondta, akkor vissza. Amikor a séta véget ért, akkor fölmenni. Szerencséje volt, aki az elsőn volt, vagy a földszinten. Hát annak nem volt szerencséje, aki a másodikon ment, mert azért a második emelet a békaügetés, én 22 éves voltam, nekem még úgy, ahogy sikerült, de voltak, az 30-40, még 60 évesek is. Na ez volt a szórakozásuk, akkor a nagy nezen beterhettek minket, mint az állatokat ebbe a terembe, akkor ottan csak akkor volt mozgás, ha valakit hívtak, vagy vittek, hát nem nagyon hívtak, vitték kihallgatásra. A tábor a kevés férőhely miatt nehezen tudta fogadni az ember tömegeket. Egy 200 fő elhelyezésére alkalmas épületben sokszor 800 ember is szorongott hónapokon keresztül.
Voltunk egy zárkában úgy, hogy volt egy vidéki faluból, azt hiszem Egercsehiből, két férfi, egy idősebb és egy fiatalabb. A fiatalabb traktoros volt, és jó izomzat az öreg úr, egy kicsit már rozzant volt, és akkor kihívták, ti egy helyről vagytok valók? Igen. Akkor azt mondta, adj egy pofont neki. Hát persze a fiatal ember adott az öregnek egy olyan, hogy megsimogatta az arcát magyar, aztán ők megmutatták, hogy miért adjon. Szóval jó példát mutattak, jó erősen félkönyökkel, mert szóval nekik megvoltak a stílusaik. Akkor volt olyan, amikor bevittek minket, és ez egy elég borzasztó dolog volt, a falhoz állítottak bennünket, de nem úgy, hogy a közvetlen közel a falhoz, hanem így a falhoz, kézzel támaszkodva. És akkor bejött hat rendőr ruhába öltözött nő, és az mind a két oldalba verte a kezünket, ahogy lent a kezünknek estünk a falnak, utána csizmával elkezdtek rúgdosni, és örüljöntek, hogy megértétek a férjemet a köztársaság térre. Hát ez eleve nem lehetett igaz, mert lehet, hogy egynek. Ezt elképzelni, és akkor ott örültek, és akkor csizmával az rúgdostak minket a földön. Ott nem számított, hogy fej vagy láb vagy valami, szóval egy olyan gyűlölet volt, amit emberileg a történelemben már nagyon sok volt ilyen, és ahogy most a napjainkat látjuk, lesz is, meg van is, de ez mindennek a teteje volt. Ők egyet kívántak. Bosszút állni, amit mi tettünk. Nem mi tettük, a magyar nemzet tette. Forradalmat megnyertük, és vérbe folytották a szabadságharcunkat. Ezért nekünk nem volt kegyelem. A Kistarcsai Internátok Emlékért Alapítvány fő feladatának tekinti, hogy a fiatalabb korosztállyal is megismertesse a szocialista társadalmi rendszer visszaéléseit és az internáló táborokban megtörtént szabadság és életellenes cselekedeteket. Mikor jött létre az alapítvány, és milyen céllal? Az alapítvány 2013 év végén jött létre abból a célból, hogy a Kistarcsán lévő volt internáló tábor területén egy múzeumot hozzunk létre, hogy megemlékezzünk a kommunizmus áldozataira, és ennek az épületcsoportnak egy részét felújítsuk. Mi mindent valósítottak meg eddig? Sikerként könyvelhetjük el, hogy tavaly évelején egy demonstráló kerékpártúrát szerveztünk, amivel bemutattuk a táborunk jelentőségét, és Kistarcsáról egészen Recskig kerékpároztunk. Ez egy nagyon sikeres rendezvény volt. A 2014. május 9 és 10-én megtartott emléktúra útjába eső települések önkormányzatai valamennyien támogatásukról biztosították a kezdeményezést. Több helyen csatlakoztak is a kerékpáros csapathoz. Rendhagyó módon egy kerékpártúrát szervezünk tehát Kistarcsa és Recs között. Nincs Magyarországon olyan ember, aki ne tudná, milyen tragikus események történtek ezeken a településeken az 50-es, 60-as években. Csak hogy amíg a recski tábor zarándok helyé vált az utóbbi években, hiszen emlékmúzeumot alakítottak ki a tábor területén, addig Kistarcsa szívében a mai napig fallal és szöges dróttal elkerítve romos épületek várnak arra, hogy hasonló szerepet tölthessenek be. Az ország internáló táborai közül egyedülálló módon a Kistarcsai az egyetlen, amely éppen maradt, az összes többit lerombolták, a nyomukat is igyekeztek eltüntetni a 70-es évektől kezdve. Kistarcsa város polgármestereként kötelezőnek érzem, hogy élére álljak annak a kezdeményezésnek, amelynek célja egy emlékhely létrehozása a tábor területén, mely mementóként hirdethetné a 20. század legsötétebb rendszerének büntetteit. Nem szabad, hogy a feledés homályába vesszenek a kegyetlenkedések, igazságtalanságok és a megfélemlítés időszaka. A jövő generációinak rendhagyó történelemóra keretében mondanánk el azokat az eseményeket, amelyek Kistarcsán történtek nagyapáik idejében, ám a történelem tankönyvekbe egyelőre még nem kerültek bele. Azt gondolom, ennek a túrának, ennek az egész kezdeményezésnek az emlékezés, az emlékek ápolása az az elsődleges célja, és az is kell legyen, hiszen kötelezettségünk azokra emlékezni, azokra gondolni, akik a történelem viharaiban ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, mint például
az internálások keretein belül több tízezer ember, és akiknek a sorsa adott esetben ezen keresztül megpecsételődött. Hál' Istennek vannak túlélők egyébként, és ennek következtében van lehetőség ma még akár Zoli bácsin keresztül, vagy másokon keresztül is emlékezni és fejet hajtani azoknak, akik az életüket nem tudták túlélni ezt a helyzetet, és az életüket nem tudták megmenteni. Gratulálni szeretnék a kistarcsai kezdeményezéshez. Ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, nagyon nemes gondolat. A kistarcsai és a recski szinte azt mondanám, hogy keresztutat összekötni. Gratulálok a kezdeményezéshez, kitartást kívánok a kerékpárosoknak, és remélem, hogy minden kistarcsai terv, ami az egykori intézménnyel kapcsolatos, ez valóra válik, ebben természetesen minden segítséget meg fogok adni a kistarcsaiaknak. Az alapítvány, valamint a kistarcsai önkormányzata volt internálótábor területén emlékhely létrehozását tűzte ki célul, melynek a tábor egykori parancsnoki épülete ad majd otthont. 2014-ben kaptuk vissza, és azzal a megkötéssel, illetve azzal a céllal, hogy itt egy olyan központot fogunk létrehozni, ami azon kívül, hogy betölti a városi könyvtárnak a funkcióját, ezen kívül egy emlékhelyé válik, és egyben itt szeretnénk előadásokat tartani az ide látogatóknak arról, hogy itt mik is történtek a történelem során, ezért szeretnénk egy előadó termet is majd itt a kiállítások mellett létrehozni. Ezeknek a tervei elkészültek-e már, és mikor szeretnék ezt megvalósítani? A konkrét terveket még készítjük, tehát hogy pontosan hogy is fog kinézni az épület, az még folyamatban van. Itt igazából ami a nagyobb kérdés, az a forrás kérdése, hogy miből fogjuk megépíteni, hiszen az önkormányzatnak egy ilyen összeg jelleg nem áll a rendelkezésére. Szeretnénk elsősorban pályázati keretből ezt fedezni, másrészt pedig ugye létrejött az alapítvány, ami pedig keresi a támogatóit. Miben tudja az önkormányzat segíteni az alapítvány munkáját? Hát egyrészt igyekszünk segíteni az alapítványnak az emberek körében a megismertetését, mind helyi, mind pedig országos szinten, hiszen fontos elmondani, hogy az a cél, amiért itt dolgozunk, amiért küzdünk, az országos, az egész országot érintő, hiszen az ország minden tájáról kerültek ide személyek a múltban, tehát próbáljuk azt elérni, hogy országosan találjunk támogatókat. Igyekszünk a pályázatok terén is szakmai segítséget nyújtani, valamint itt a személyes kapcsolatrendszerünkkel is igyekszünk az alapítványnak az útját terelgetni, hiszen azon kívül, hogy ugye itt az önkormányzatot is képviseljük, ezen kívül az alapítványnak az alapító is a képviselőkkel mi vagyunk, tehát mi teljesen magunkénak érezzük ennek a helynek a sorsát, és szeretnénk, hogyha egy méltó emléket állíthatnánk azoknak az áldozatoknak, akik itt raboskodtak, és minél több emberhez eljutatni azokat az információkat, amit a túlélők, valamint a különböző történelmi emlékek őriznek. Milyen egyéb terveik vannak a jövőben? Most januárban visszakapott parancsnoki épületet, melyet a belügyminisztérium kifejezetten a múzeum létrehozása céljából adott vissza a kistarcsai önkormányzatának. Ebben az épületben szeretnénk egy múzeumot létrehozni, illetve végre méltó helyre szeretnénk tenni a könyvtárunkat, mely most egy kis helyen zsúfolódik össze, és itt egy sokkal nagyobb és több könyvből álló gyűjteménynek lesz majd helye. Különböző civil szervezeteknek próbálunk kialakítani ebben az épületben tánctermeket, próbatermeket, illetve rendhagyó történelemórákat készülünk tenni, mégpedig
különböző általános iskolások és felső oktatási intézmények bevonásával. Ez a folyamat már most is elkezdődött, tehát már voltak rendhagyó történelemóráink, de ezt a célunkat ezt szeretnénk folytatni, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg avval, hogy mi is történt itt a múlt században. Vannak-e olyan szervezetek, alapítványok, akikkel kapcsolatban állnak? Még a rövid időre való tekintettem, mielőtt még fiatal az alapítványunk, még csak az önkormányzat segítségével az alapmunkákat végeztük el, de ebben az évben viszont a Magyarországon lévő összes internáló tábor képviselőivel fölveszük most a kapcsolatot, és egy-két hónapon belül szeretnénk Kistalcsán egy konferenciát létesíteni, ahol összegyűlünk és megbeszéljük, hogy mihol történt és milyen események is voltak annak idején. A fogvatartók bemeszeltették az ablakokat fehérre, hogy még ki se láthassanak az emberek az utcára, vagy az udvarra. De ebből is morálisan ugye büntetve őket. A tábor szervezetten rendezvények alkalmával már látogatható volt, és többször rendhagyó történelem órának is helyet adott. Mondhatom, az összes kistalcsai általános iskolás már megismerkedett az itteni helyzettel, de nagyon nyitottak más intézmények is, és itt minden héten szinte várhatóak most már a tavaszi időszakban, hogy osztályok, osztálykirándulás és történelmi óra megtartása keretei között eljönjenek és meglátogassák a tábort, és meghallják, hogy milyen történeteket is tudunk nekik nyújtani, és miket tudunk átadni, milyen történelmi dolgok. Csak csoportokban tudjuk levinni az embereket a tábor területére, mert azért ezek az épületek, ezek mint egy régi kihalt orosz laktanya, így kell elképzelni, így maradt ránk, és tehát vezetővel látogatható, de másképpen még nem. De hogyha a kistalcsai önkormányzatot fölhívják, bármelyik iskola, vagy hogy történelem tanároknak is nagyon örülünk, hogyha magánakciókba kezdenek, akkor természetesen tudunk időpontot egyeztetni, és meglátogathatják az osztályukkal a tábort. Kistalcsai internáltak emlékéért létrehozott alapítvány munkáját hogyan tudja ön segíteni? Én úgy tudom ezt segíteni, hogy először is az a hitelesség, amit én el tudok mondani, mert más valamit filmen látni, vagy elmondásból hallani. Én ott voltam, 22 éves koromban, az életemből 3 hónapot ott töltöttem, de el kell mondanom, hogy abból az 5 évből, amit a Kádár börtöneiben voltam, ez viszonylag még a legjobb volt. 1957-től a rendszerváltásig alapfokú rendőriskola működött a tábor területén, majd a harmadik világ országaiból menekült embereket helyeztek itt el. A tervek szerint a közeljövőben emléktábor nyitja meg kapuit Kistalcsán, a volt internálótábor területén.